nem függ egyértelműen össze, de nem is elvonatkoztatható attól, hogy máshol meg Radnóti verses kötetet égettek ezen a hétvégén. Furcsa egy ország lettünk. Na, ha már itt tartunk, akkor a következő vendégemmel is van miről ezügyben beszélgetni. Nem is feltétlenül ezért hívtuk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt hiszem, hogy az a dolog, amiről mi beszélgetni óhajtottunk, az igazából nem tűnik nagy ügynek, mert hogy nem tűnik bűncselekménynek. Sőt, igazából semminek nem tűnik, ha én ezt most jól értem a rendőrségi mozgásokból. Kassai Dániel ügyvéd ugyanis azért jött, hogy beszélgessünk arról, hogy amikor tavaly a Csatári ház előtt volt egy tüntetés, azután egy szélsőjobboldali porter összegyűjtötte az ott tüntetők adatait, és közzétette. Ezután őket inzultus érte nem egy esetben, telefonhívások, fenyegetések. A rendőrség meg azt mondja, hogy nem történt semmi. Nem történt semmi? Én is csak a hírekből ismerem az eseményeket. Tegnap, amikor készültem erre az interjúra, újraolvastam, hogy ez a Kuruc Info volt, nevesítsük őket. Tehát ez a Kuruc... Hát a muszáj. Hát sajnos muszáj, tehát Kuruc Info egy olyan fekélye a magyar közletnek, ami nem baj, hogyha nevesítve van, tehát egy neonáci portál közzétette az eseményekről szóló saját verzióját, aminek ennek a cikknek a végén az szerepelt, hogy 100 000 forintot felajánlanak azoknak, akik információkat eljutatnak a Kuruc Info szerkesztőségéhez. A magyar ellenes zsidókról, hát akkor, magyar, igen, akkor igen, már legyünk egészen igen, pontosak. Így volt, a magyar ellenes zsidókról. Ez meg is történt. Amit én láttam, az volt, hogy különböző közösségi poltárokról valószínűleg bárki számára hozzáférhető információkat megosztottak a hírportállal, és aztán ennyiben maradt a történet. Azt lehet, hogy a díszes olvasótábor ezek után valóban fenyegető e-maileket vagy telefonokat intézett a résztvevőkhöz, és ezek után megszűnt a rendőrség anyagában. Se nem zaklatás, se nem közösség elleni izgatás. Mondom, én a hírek alapján ugye nagyon nehéz megítélni, hogy a rendőrség helyesen döntötte. Én úgy gondolom, hogy van egy sokkal általánosabb probléma ebben a kérdésben, ez a Kuruc Info jelenség. Kuruc Info, ha most kicsit klasszikusan lehet fogalmazni, rég be kellett volna tiltani egy nyíltan uszító, zsidózó, rasszista, neonáci hírportál, aminek egy jogállamban nincsen helye. A probléma az, hogy nem elérhető a jog számára, vagy a jog és a magyar állam úgy tesz, mintha nem lenne elérhető. Itt gyakorlatilag minden nap lehetne legalább 5-6-7-8-10 legalább polgári pert indítani személyiségi jogok megsértése és egyéb jogcímeken a Kuruc Info ellen, de ez nem lehetséges, mert egyszerűen Magyarországon nem elérhető a szerkesztőség, nem megtalálható. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon általános probléma. Az, hogy a büntetőjogi ága ennek a történetnek micsoda, az még egy külön kérdés, hogy ez a büntetőjogi felelősség egy jogállamon ugye sokkal ritkábban fölmerülő kérdés, mert a büntetőjog az ugye az utolsó záróköve egy jogállamnak. Gyanítom, hogy ebben az esetben mondjuk a rendőrség is talán azért volt kicsit konzervatívabb ebben a kérdésben, mert ők is érzékelik, hogy jó, mondjuk elkezdünk nyomozni, de ki ellen fogunk valójában nyomozni. Tehát én úgy gondolom, hogy először egy nagyon fontos eljárásjogi kérdés kéne megoldani a magyar államnak, hogy hogyan érvényesíti a felelősséget, és ez nincsen megoldva. Nincsen megoldva. Az internetes tartalomszolgáltatással kapcsolatosan törvényi szigorításra szánta el magát a jelenlegi parlament, akkor pont a kuruc.info volt az egyik érv, ami miatt szigorítani kell, hogy el lehessen járni ellene. Hát ennek egyelőre én nem látom semmilyen kézzelfogható jelét, én legalábbis nem tudok semmilyen olyan perről, megindult volna, nehogy Isten sikerrel zárult volna. Tehát abban esetben, ha egy szerkesztőség rejtőzködik, nem Magyarországról működteti magát az internetes infrastruktúrát, akkor gyakorlatilag jelenleg ma Magyarországon a magyar bíróságok kicsit tehetetlenek. Egy másik hírportál ellen nekem van, ugye van benne ellátogatói képviselő, és ezzel küzdködünk másfél éve, hogy gyakorlatilag nem képes a magyar bíróság semmi értelmeset mondani, és nem is feltétlenül egyébként az eljáró bíró rossz indulatából, sőt biztos, hogy... Na jó, de hát ha ez így van, akkor ezzel teljesen szabadra nyitjuk az emberek gyalázásának, alázásának. Abszolút egyetértek ebben a megállapítással. Én a nagyon nagy szólásszabadság eszmén nőttem fel, hiszek is benne, de úgy gondolom, hogy ez nem a szólásszabadság sem partalan, vagy korlátlan jog. Bizonyos határokat kell szabni, a Kuruc Info biztos, hogy átlép mindenfajta morális jogi határt. Ennek ellenére nem sikerül vele semmilyen jogi szankciót érvényesíteni, és ez szörnyű, ahogy ön említette a hírekben. Radnóti szobor döntés van, Radnóti köteteket égetünk. Hortinak viszont szobor épül. Most olvastam, hogy a Jobbik nagyon-nagyon jeltelen képviselője Novák előtt. Most már lovasszobrot követel a Gellért téren. Ordas eszmék terjednek, és az ordas eszméknek megállt kéne. Na, de annak sem lehet törvényi megállt szabni. Tehát ameddig Horthy Miklós nem háborús bűnös, már pedig nem az. És nincsen különböző bélyegek alatt
hogy milyen módon, mint egy Szálasi példa, és nem is lehet a kettőt összevetni, azért ezt most a rendkedvén megjegyzem. Addig oda akarnak szobrot állítani hozzá a nevével, én nem hiszek a megbélyegzésben, én a korrekt, higgadt történészi értékelésben hiszek. De az nem a politika ügye, hát ezt tudja nagyon jól, ez a baj. Nem a politika ügye, ugyanakkor... Vagy szerencse lehet. Hát de ugyanakkor a politika ügye is, mert a politika szemmel átlag beleszól. Nyilván, hogy ilyenkor a politikusok fejére a történészeknek kell rákoppintani, és bizonyos dolgokban viszont a politikusoknak meg ezek után meg kell szólalni. A múltal való szembenézés az Magyarország... Hogy a törvény, tehát a Horthy szobor állítását csak törvénnyel és nem történészekkel lehet megtiltani, nyilván. Kell-e? Én nem gondolom, hogy kell, egy normál államban nem kell szobrokról törvényt hozni, viszont az is biztos, hogy bizonyos embereknek nem szabad szobrot állítani. De ez nem az én szakterületem, nagyon éles törvény. Jó, hát az nem kérdés, hogy ebben egyetértünk, csak a megoldást nem találjuk. Kassai Dániel, köszönöm szépen. Én köszönöm.